Milyen a Károly, mint barát? Mondjuk inkább a Karcsi. Vagy ahogy a Jancsó mondja, a Charlie. Hát olyan, hogy jól eltelik vele az idő. Hogy nincs üres járat. Hogy akkor vagyunk jól, ha tulajdonképpen ketten diskurálunk. Ha valaki beleszól, az egy kicsit idegesítő, és a Karcsi nagyon tudja elhárítani a beleszólásokat, a nagy markával akkor úgy elsöpri azt, vagy szigorúan néz a magasba, vár, hogy a másik befejezte, jó, akkor folytathatja. Mert nagyon jó mesélő. Ezt én mondtam is valaha, meg írtam is talán, hogy egyike a legjobb mesélőknek. Összevetettem Örkénnyel, akivel ő jó barátságban volt. Örkény is egy remek elbeszélő volt élőszóban. A Karcsi nem marad el mögötte, és nagyon plasztikusan és humorgazdagon tud fogalmazni. Azon kívül Karcsiban mindig van egy készség egy nagy nevetésre és valami csibészes nézőpontra. És igazában egy boldogságra született ember tud elkeseredni, vagy komorabban magába süppedni, de az nem tart nagyon sokáig, mert nagy mohóság van benne az örömre. Karcsikám, itt van ez a könyv, Bábel összes művei, a meglévők, mert azért jól becsaptam a felsőbséget, hogy annak idején közölhessek még néhány novellát. Én voltam a szerkesztője. Ez a Maria című színdarab, ez jó, és ez a odesszai környezet, jó, ezt olvasd el, ebből tudsz valamit csinálni. És kicsit már elfáradtunk, hát akkor ígyük meg még ezt, vagy rendeljünk még egyet, na még egyet, és aztán Isten veled. Ő az a kolléga, aki bármilyen filmet csinál, nekem az mindig tetszik, és lehet, hogy ez a szubjektivitás miatt, de így van. És még egy érdekes, hogy ő sokfélét csinál. Mindenfélét, szóval mondom, vicceset is, meg hát a nagy filmei is, ezek a, hogy is mondjam, mondjuk így nagyon nehéz tud azt mondani, a mély filmei is különlegesek. És amit akarok mondani ezzel, hogy bármelyik filmét nézem, és rájövök arra, hogy mindegyiken ott van a keze nyoma. Mert ilyen
széleskörű filmcsinálásban az ember elvesztheti mondjuk az egyéniségét, vagy a karakterét. És a Karinak mindenféle benne van az, hogy ezt a Makkarcsi csinálta. És még van egy bámulatra, miért a dolog, hogy jó színészeket választ, és marha jók a színészei. Hogy legutóbb is a filmet is néztem mind a moziba, hogy mit tud színészekből csinálni. Hát nyilván ez egy különleges kapcsolat, különleges tehetség, barátság is gondolom a színészekkel. Szóval ez nem tudom, hogy furcsa-e, mert de náluk elég szokatlan. El sem hiszem egyébként, hogy az a gyerek már 85 éves. Szevasz, Karcsi. A Karcsinál nagyon fontos volt az érintés. Nagyon szerette ezt a szót és ezt a lelki és testi mozdulatot, hogy érintés. Akár átvitt értelemben, akár szellemi, akár testi érintésben, nagyon értelemben nagyon fontos a Karcsinál. Ez olyan, mint azt mondanám, hogy a Jancsó Miklós a szabadságot fogalmazta életén keresztül. Ő pedig az érintést. Erre egy nagyszerű filmje is van, a Karcsinak a Egymásra nézve című filmje, ami nagyszerű, egészen nagyszerű volt. Na most velem kapcsolatban elment ez az érintés egy olyan pofomba, amitől én tulajdonképpen féltékenységből történt, amiből én valami olyanra jöttem rá, hogy én egy jó tragika vagyok, de hát őtől leörököltem ezt. Nem mondom, hogy kellemes volt vele dolgozni, azt nem lehet mondani, de hát egy nagy értékű valaki a Karcsi, nagyon nagy tehetség a Karcsi. Isten értessen, drága, ahogy te szeretnéd, a te Isten az én Istenem, és minden Isten értessen téged. Nagyon-nagyon remélem, és hiszem, és egyáltalán vigyázz magadra. Karcsi bácsinak sok kedvenc tanítványa van, és azok közül én vagyok az egyik. 1975-ben vágtam az első éves vizsgafilmemet, én akkor nagyon szerettem valami provokatív dolgokat szerettem csinálni, és konkrétan az első éves filmben ott a Vörös Évával, a vágóval kalapból húztuk a snitteket, tehát úgy ilyen randomba, a filmnek egy részét ilyen randomba vágtuk össze, és mutattam a vágóasztalon a Karcsi bácsinak, ő nagyon figyelmesen és nagyon nyitottan és érdeklődéssel nézte végig a filmet, és azt mondta, hogy papa, hogyha maga egy paprikás krumplit főzne, vagy egy csirkepaprikást, akkor én meg tudnám mondani magának, hogy még egy kis sót tegyen bele, még egy kis paprikát, esetleg egy kis borsót. De maga egy olyan ételt főz, amit én nem ismerek. Úgyhogy ezt maga tudja, hogy ezt a filmet megcsinálni. És ebben az volt a poén, vagy mondjuk az előrevívő erő, hogy nem állt szembe az én provokációmmal, hanem azt mondta, hogy tehát látta, hogy ez egy kreatív dolog, és azt mondta, hogy csinálja, és lássuk meg, hogy mi lesz belőle. És ettől kifogta a szeret, tehát hogy nem kényszerültem be abba a szerepbe, hogy én a provokációból éljek. Nagyon, nagyon tiszta fejű, nagyon határozott, nagyon tudja, hogy mit akar, és nagyon nem szeretnék vele egy sötét utcán találkozni, tehát a Karcsi bácsi az kemény pasi. Tehát, és ezt egy olyan bájba van csomagolva, ami különösen ugye az antivilágban, amikor mi 80-as évek elején együttműködtünk, meg előtte, amikor tanárom volt, hát abba a középszürke, telefonos, koszos, irodabútoros, szerencsétlen, szögletes, faragatlan szocializmusba, vagy abba a kádári világba, abba ez a finom báj, ez a csevegő készség, ez a szellem, ez az emelkedettség, ami a Karcsi bácsiban volt, ez aztán tényleg nagyon kellett. Szenzációsan öltözködik, ugye mindig, tehát marha jó csukái vannak, jó nadrágja van, jó az egész egy eleven, egy húsvér ember, aki tele van libidóval, tele van vágyjal, törekvéssel, és ugyanakkor meg nagyon tudja, hogy mit csinál. Akkor én azt mondanám, édes Karcsi bácsi, füled érjen bokáig!
Karcsi egy valamihez ért, de az nagyon-nagyon, és az nem más, mint az élet. Ez most egy kicsit ilyen banális hangzik, de amilyen szinten élményként kezeli az életét, és ahogy ezt át tudja nekünk adni, az a számomra már diákkoromban is meghatározó volt. És hát a filmjeiben is ezt szeretjük. Tehát, hogy olyan filmeket látunk, ami arról szól, hogy éld az életed, minél jobban menj bele, merülj bele, minél több élményt kap belőle, és utána ezt próbáld meg megfogalmazni, ha kollégája vagy, tehát ha filmrendező. De ha bármi, ha egy egyszerű ember is, akkor is fölhívja a figyelmed arra, hogy az életed legnagyobb élménye maga az életed. És ez számomra nagyon fontos. Ha egy stafétát átad egy tanár egy diáknak, akkor nekem ezt adta át leginkább. A Karcsival való első találkozás a Berna főiskolán az volt, hogy álltunk a vetítőbe, és be akartunk, mert egy filmet akart vetíteni. Ott álltunk, nem volt kulcs, ott várakoztunk, megjött a kulcs, és akkor azt mondta a Karcsi, hogy avanti dilettanti. Ez volt az első pontos helyretevése a társaságnak. És akkor jött az óra, amikor azt mondta, hogy a filmrendezésből, amit tanítani lehet, az 5 mondat. És ez nagyjából a Blick-Richtung-nak, a tengelynek az 5 mondata, hogy amikor 2 ember beszélget, vagy 5 ember beszélget, akkor hova kell tenni a kamerát, hogy az úgy nézzen ki, mint hogyha egymással beszélgetnének. Ennyi a filmrendezés, ezt én most elmondtam, ezt maguk most megtanulták, véget ér az óra, menjünk le a kocsmába. És akkor lementünk a kocsmába, és onnantól kezdve minden óra különböző vendéglátóipari egységekbe telt, illetve filmnézésre és vele való beszélgetésekkel. Lényegében semmit nem tanultunk tőle. Az égvilágon semmit nem tanult, tehát semmi olyan konkrétan felmutatható dolgot nem tanultunk tőle, hanem egyszerűen az az őrületes élmény kezdett megfogalmazódni bennem, hogy tulajdonképpen a vele való társaságban én a filmmel, a mozival vagyok együtt. Hogy ő maga a mozi. Amikor rájöttem erre, hogy ő maga a mozi, és hogy tulajdonképpen az igazi iskola az a vele való együttlét, és a megfogalmazásából, a gesztusaiból, ahogy valamiről beszélt, vagy ahogy valamire reagált, vagy ahogy egy emberrel találkozott, vagy egy eseménnyel találkozott, tulajdonképpen azokból lehetett ellesni, vagy azokból, az volt a feladat, hogy azokból kell nekem ellesni, és megtanulni azt, amivel foglalkozni szerettem volna. És akkor persze ez egy bombó, ugye, hogy 5 mondatba el lehet mondani azt, amit a filmrendezésről meg lehet tanulni, de egy teljes élet is kevés ahhoz, hogy megtanuljuk azt, amit meg kell tanulni. De ugyanakkor pedig nagy igazság van benne. Ilyen tehetséges emberre soha nem találkoztam, mint amilyen a Karcsi, akinek tényleg az újabb egyébe van a képessége. És erre ez a vadász képesség, hogy akkor oda menni, odaülni, várni, mert tudja, hogy fog jönni a vad, és türelmesnek lenni, és akkor pontosan odalőni, ahova lőni kell, akkor, amikor kell, és még egy nagyon fontos dolog, nagyon tisztelni a vadat. Tehát tudni azt, hogy az élet nem vicc. Az élet nem vicc, és az emberek nem bogarak, amiket föl kell szúrni egy bogárgyűjteménybe, hanem be kell őket cserkészni. Hogyha ábrázolni akarod őket, be kell őket cserkészni. Hogyha létre akarsz hozni egy valódi karaktert, és talán a Karcsi ebben volt a legnagyobb. Mert ez talán minden filmjében közös, hogy most, és tényleg műfajra való tekintet nélkül, hogy rendkívül élő figurákat teremtett. Egy dolgot sose találtam meg a tanár úrban, és ez a nyugalom volt. És azt kívánom, hogy egyszer megtalálja. Azok az emberek, akiket fiatalon ismerünk meg, és el is vesztünk, azoknak általában a megismeréskori arca marad meg.
És én nekem így a megismeréskorból néhány nagyon jelentős film maradt meg, és ismerek most egy nálam idősebb kollégát, akivel jó viszonyban vagyok, és nagyon izgalmas ez az azonosság. Tehát, hogy ezt meg lehetett őrizni valahogy, hogy önazonos maradjon valaki akkor is, amikor a világ van, amikor ez majdnem lehetetlen. Ez a bizonyos életforma, hogy Károlynak lenni egy életforma, ez így meg tud fogalmazódni, ez nem csak attól van, hogy más idők voltak, hanem egy olyan fajta munka, egy olyan fajta, olyan típusú életműből is van, mint az övé. És azt gondolom, hogy ez a mi dolgunk lett volna, de már mi is kikopunk egyben, magunkra se tudunk figyelni, nemhogy a közvetlen kortársainkra, hogy az a fajta tudás, ami kétségtelenül megvan ottan, az ne vesszen el, vagy ne múljon el, mint maga az élet, és ezért nagyon keveset tettünk szerintem. Sok történet van a Charlie-ról, de nem feltétlenül arról az emberről kell beszélni, akiről sok történet van. Arról kell beszélni, akinek sok története van, és neki van 3 vagy 4, és ez szerencsére filmen van, ami a legfontosabb, ami ő vele történhetett. A rendezői kvalitásnak, vagy a rendezői értéknek érzésem szerint az a fokmérője, hogy hogyan képes az ügye szolgálatába állítani azokat az embereket, azokat a tehetségeket, akiket alkalmasnak tart arra, hogy vele jöjjenek ezen az úton. Ezeknek az embereknek a csatasorba állítása és az azokkal való bánásmód az egy sikernek, egy bukásnak, egy félsikernek, egy igazi világsikernek a titka. Természetesen ebben a rangsorban az első helyen a színészek vannak. A Karcsi hitvallása nyilvánvaló módon, hogy az első és legfontosabb dolog a színész arca. Aztán te ottan komponálhatsz lámpát a háttérbe, ablakot, bútort, előteret, mindent csinálhatsz. Nekem a színész arcáról úgyis minden kiderül, és a színész arcáról én jövök vissza. A Karcsi legendás sármja, a Charlie-ság, a társasági életben való fantasztikus szereplési képesség. Az a kamera körül valami koncentrált, fegyelmező erővé alakul, és annak vannak olyan pillanatai, amikor érezni azt, hogy a következő pillanatban ő térdre fog borulni az Irén előtt, a Mari előtt, az Eszter előtt, a férfiak előtt, vagy a Szirtes Ádámnak a vállára hagyja a fejét, és azt mondja, hogy papikám, kívánnám neked, hogy még képes legyél görcs, feszültség és igazi anyagi megszorítottság nélkül létrehozni valamit épülésünkre. Én azt gondolom, hogy nagyon jó színészvezető. Mondjuk az én szakmámból kifolyólag ez is számomra a leglényegesebb. Hát olyan finom pontokon fogja meg az ember, tehát ismeri, kiismeri addigra, amire elkezdenek dolgozni az előzetes beszélgetéseken, hogy szinte ilyen intuitíve ráérez az embernek azokra a pontjaira, vagy húrjaira, amin ő nagyon szívesen játszik. Van, amikor abszolút racionális, közreműködést kér, van pedig, amikor érzelmit, és persze ezt nagyon finoman tudja vegyíteni. Talán az ő színészei, úgy visszaemlékezve az előző filmjeire, én azt gondolom, hogy ezáltal nyújtanak olyan baromi erős alakításokat, hogy szinte mindenre lehet emlékezni, de úgy mindenre, hogy szóval úgy baromira ott vannak. Úgy lehet tudni, hogy mindenki a helyén van, és nagyon ott van. Tehát ezért mondom, hogy jól sakkozik velünk.
nagyon jól sakkozik velünk. Tehát én, hogy még a Töröcsik Marival is, most nem azt gondolom, hogy a Mariska az egy sakbábú, de hogyha az, akkor egy királynő, tehát az abszolút úgy kezeli. Ha kell, előjátszik, ha kell, mindent elkövet azért, hogy végül is az. Most majd, hogy ez, ahogy ő szokta mondani, hogy diadalra vigyük az ügyet. Hú, hát én egy szószra most hirtelen talán ennyit, tanár úr. Drága Károlyom, nem tudok személyesen ott lenni, nagyon sajnálom, hogy mikor ismertük meg egymást közvetlenül, tehát nem csak a nevéről, vagy az, hogy Mag Károly filmrendező, azt én nem tudom. De minden fontos ember úgy került be az életembe, hogy nem tudom, hogy mikor került bele. Na most az egyik fő kívánalmam nekem a rendezőtől, hogy olyan légkört tudjon teremteni, ahol én a legbiztonságosabban tudok létezni. És ez maga ehhez maga nagyon-nagyon érte. Amit aztán én személyesen köszönök magának, az a Szerelem című film. Részint, hogy nekem adta ajándékba, megkaptam az élettől Darvas Lilit, aztán megkaptam a filmet, aztán megkaptuk a Cannes-i sikert a maga nagy díjával együtt, azon kívül én megkaptam Chicagóba ezért az Ezüst Hugót, mint a legjobb nő alakítást, úgyhogy én elég sok mindent köszönhetek magának, de meg kell mondanom, hogy az a fájdalmam, hogy nem tudok olyan szépen beszélni magáról, mint maga 60. vagy 65. születésnapomon a Magyar Rádióban úgy beszélt rólam, ahogy nem is tudom, a világ költői tudnak így beszélni a csodálatos nőről. És ezt magának köszönöm. Én nem tudok ilyen szépen beszélni magáról, pedig nagyon akarok. Azon kevesek közé tartozik maga, aki elkísér a síromig. És rájöttem, hogy olyan gazdag életem volt, hogy már nincsenek is olyan kevesen, de a sokhoz képest mégis kevesen, és maga is ide tartozik, azon kevesek közé, akiket elviszek a síromig. A jó Isten éltesse, és örülök minden olyan dolognak, ami örömmel tölti el magát. Isten